Ma életetek talán legjelentősebb eseményéhez érkeztetek, a szeretett és választott társal való kapcsolat véglegesítéséhez. Azért vagytok itt, mert mindketten úgy érzitek, hogy más valakivel soha nem akartok ilyen szoros kapcsolatba kerülni. Képesek vagytok egymást elfogadni, és ez az érzés szívből jön. Amikor két ember szíve mélyén megérinti egymást, a szeretet nyelvén kezdenek beszélni. A szeretet kiteljesít, általa egy másik valóságban élhettek, ahol a szeretet törvényei szerint működik minden. Ez józan észre felfoghatatlan. A házasság misztériuma nem definiálható, nem magyarázható, csak érezni, átélni lehet. Olyan álomból lett valóság, ahol a szeretet a természetes boldogság forrása. Olyan dimenzió, ahol nem kell másnak lenned, mint aki valójában vagy. Ahol a mérce nem az együtt töltött idő mennyiségében rejlik, hanem a közösen megélt pillanatok mélységében. Kijelented-e, Lugosi Rebeka, hogy az itt jelenlévő Bejó Bencével házasságot kötsz? Igen. Kijelented-e, Bejó Bence, hogy az itt jelenlévő Lugosi Rebekával házasságot kötsz? Igen. Köszönöm. Előttem és a két tanú előtted kijelentésetek alapján megállapítom, hogy Bejó Lugosi Rebeka és Bejó Bence a magyar polgári törvénykönyv értelmében házastársak. Köszöntsétek egymást a második hitvesi csókkal. Thank you.
Sziasztok, Katus vagyok, és ez az első italom. Enikő vagyok, ez az első italom. Sziasztok, Réka vagyok, és ez az első hivatalos italom. Budosa vagyok, és ez az első italom. Sziasztok, Hajni vagyok, és ez az első italom. Felfelé Ádám vagyok, a tanú, és a második italom. Forgács Viktor vagyok, és az első piám. Csáklári Krisztián, egészség! Mi Bence és Laura vagyunk, és ez az első italunk. Sziasztok, Rózsa vagyok. Én meg Adri. És ez az első italunk. Ez az első italunk. Sziasztok, Gyöngyi vagyok, ez az első italom. Sok boldogságot! Sziasztok, Évi vagyok, ez az első italom. Egészségetekre! Sziasztok, Csilla vagyok, ez az első italom. Isten értesen benneteket! Sziasztok, köszönjük, hogy itt lehetünk. Ezt a ti egészségetekre isszuk, az Albert Merétei család egészségünkre és egészségetekre. Nem úgy megy a... Sziasztok, a férj vagyok, és ez az első italom. Sziasztok, a feleség vagyok, és ez az első italom. Kedves fiatalok és kedves vendégek, próbálom itt egy kicsit a mikrofonba túlkiabálni az esőt. Hát szeretnék pár gondolatot akkor itt a vacsora előtt mind az ifjú párnak, mind a megjelenteknek akkor mondani, és akkor majd utána egy kis virtuális kocintással akkor megünnepeljük mindezt. Hát köszöntelek akkor még egyszer, és gratulálok én is nektek házasságkötésetek alkalmából. Majdnem, hogy évfordulós dátum, hogy kiválasztottátok, ugye? Nem tudom, hogy ki mennyire tudja ezt a sztorit, vagy hogy is működik. Ugye hát, mikor kerültél, kedves nevek, a mentőkhöz? 2020-ban, ha minden igaz. A drága Bence már ott dolgozott, jó pár éve. És hát... A telekának mindjárt föltűnt, hogy ki ez a lány, mert az tiltó listás. Ki ez a srác? És ahogy mondta, ott eldöntöttem, ez a csávó lesz, már bocsánat, az én férjem. Hát ott mindjárt első munkanap eldöntöttem. Állítólag, hát így is volt. Hát szemezgettek egymással, ugye 2020. Utána hát kialakult valamit is kapcsolat, nehézségekkel, gondokkal, problémákkal, de azért mindenem, tehát mind az életben szépen leküzdve, szépen átlendülve minden egyes problémát, minden egyes nehézségem, haladtatok a célemben. Elérkezett 2022. Ugye még egyikőjük se látta a tengert, élőbe, képről már igen. Eldöntötték, hogy hát, közösen mennek nyaralni, együtt. És befizettek, hogy elindult a Pakarszka irányába. Ez 7. hó, 18-a. Ugye most 21-et írunk, 7 hó 21-et. 7. hó 18, nyaralás kezdete. Hát a harmadik napon drága Lelemény és Bencénk hát gondolkodik, hogy hát kéne egy olyan fotót csinálni, ami naplementés. Hát ma is van tervezve, de hát
És akkor hát okos telefonját próbálja időzítővel beállítani, hogy ugye ő is rajta legyen, ne csak a selfie, de közben már ugye ő készült erre a dologra, valami lapult a zsebébe. És akkor ugye valamelyik nem tudta elő, meg olyan is tudna, mondja neki ott, hogy hát Bence, ne állítasd már ezt a telefont annyira, mert már sose fényképezkedünk. És milyen jó naplementés, milyen jó a táj. Nem akarsz itt megkérni? Szerintem pislágot mi van a szatyorba. Aztán egyszer csak elővette a gyűrűt, és megkérte ledérvel, és ott 7. hó 20-án, tegnap volt a évforduló a lánykérésnek, és akkor hát ugye elhangzott az igen. Ugye? Mindjárt elhangzott az igen legnagyobb örömére, és onnantól kezdve másnap már milyen lázban égtetek? Esküvő szervezési lázban. Azóta is tart, a mai napig tartott. Már nem a szerelem, az esküvő szervezési láz. A szerelem az folyamatos, és hát ugye még azt is tudni kell, hogy azért van még mellettetek társ, kettő öreg, egy idősebb cica, meg egy idősebb tacskó, és hát az a cél, hogy bővüljön a család. Ugye hát majd megnézitek, hogy hány gyermeket javasoltak ott kint a csoportképnél. Tehát az a cél, hogy egy igazi nagy gyermekektől hemzsegő, zsibongó, hangos lurkókkal bővüljön majd a család. És tényleg az a cél, hogy együtt egy nagy boldog életet alakítsanak ki, és együtt egymást segítve, úgy, ahogy a nehézségek az elején is voltak, a nehézségeken átlendülve, kéz a kézben, egymást segítve, egymás lelki társai legyetek. Úgyhogy szerintem ezt a július 18-20-22, 21, július 18-21-20, ezt a három napot, vagy négyet, nem tudom. Színezzétek be minden évben a naptárba pirosan, mert ez nem állami ünnep, nektek az ünnepetek. És innentől kezdve minden évben ünnepeljetek, legalább a házassági évfordulót, a kerek évfordulókat is. Ígérjétek meg az itt jelenlévőknek, hogy az arany lakzitokra mindenkit meghívtok, akik itt vannak. Én majd igyekszem itt lenni. Jó? Van-e olyan, akinek van-e ellenvetése ezzel kapcsolatban? Ezt tegye fel a kezét. Ez már minden. Már minden. Most, ahogy a pap is mondja, most szóljon, hogy hallgasson örökre. Inkább hallgasson. Jó, hát kívánunk akkor mindenki nevében sok boldogságot nektek. Éljen az ifjú pár! Még tartozunk egy dologra. Egy kis figyelmet szeretnék akkor továbbiakban is kérni. Lenne egy bejelentésünk. Hát amikor itt mi a esküvői menetrendet tervezgettük és csináltuk a forgatókönyvet, akkor felmerült egy dolog, hogy egy ünnepélyes bejelentés lenne itt az esküvő napján. Hát és ugye kérdeztem én, hogy hát melyik őjük lesz az, aki ezt a, hát nem kevésbé ünnepet dolgot bejelenti. Hát és akkor beszélgettek, hogy hát én vagy ő, vagy Rebeka, vagy ő, csak abban maradtak, hogy engem ér az a nagy megtiszteltetés, kedves vendégek, hogy ezt a bejelentést itt megtehetem mindenki előtt, és akkor nincs más hátra, elmondjam, bejelentsem, jön a nevesség. Köszönjük szépen! Mindenki egy jó évvágat a vacsorához! Aztán jó! Köszönjük!
megbízható klímakészülék. Föld körüli utazás az ifjú párral. Ezt ismeritek már? Rakok le egy befőttes üregű virágföldet. Kérlek hozzánk ki zenét. Egy nagy tapsot kérünk szépen. Egy jó nagy tapsot kérünk szépen, akkor hölgyek urak! Éljen az ifjú pár!
éjszakámban. Ha néha sírtam, ha néha féltem, velem voltál. A nélkül életed, a tettek nélkül, mond, 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 amit én. Én zene nélkül, mit élek én? Én zene nélkül, mit élek én? Én zene nélkül, mit élek én? Mond zene nélkül, mit élek én? Dob it on, 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 dob it on. Ábrus volt, én látkoztam, van remény, minden perc tűnne el, hisz mindig van remény, hinni kell, ó, itt hát el. Most élsz, most vigyázz, hogy jól csinál, mert a
wondering what dress to wear now. I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part, oh how I love you. Together, forever, that's how it must be. To live without you would only be heartbreak for me. Give me, give me, give me all that.
Carson. Hello. Ez zúgjon a tapsa fiataloknak. Köszönjük szépen, tényleg. Nagyon ügyesek vagytok. Láttuk sok munka van ebben. Biztos? Á, tegyed fele. Egész!